Hello mindenkinek, én Tomi vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek elmagyarázni, avagy bemutatni, hogy hogyan tudjuk használni Synology NAS esetében a VOL funkciót, vagy a vkollam funkciót, ami annyit jelent, hogy a NAS le van kapcsolva egy úgynevezett készenléti üzemmódban, vagy állapotban, és ezt bármikor fel tudjuk ébreszteni, hogyha ténylegesen használni szeretnénk. Ez nagyon jó, hogyha energiatakarékosak akarunk lenni, avagy erőforrás takarékosak, mert nem megy fölöslegesen. Az én hálózati adattárlóm, mint látható a böngésző címsorában, a 192.168.1.220-as IP címen érhető el, ugye a lokális hálózaton. Van egy Synology asszisztens alkalmazásunk Windows PC-re, amit letölthetünk, és hogyha ezt letöltöttük, akkor ő földeríti, hogy milyen Synology szerver van a hálózaton, és hogyha rájön ide a vkollamra, akkor azt mondjuk, hogy ébresztés, és el is kezdi felébreszteni a NAS-t. Most már el is indult a rendszer betöltő folyamat. Valójában ahhoz, hogy ez működjön, egy beállítást kell eszközölnünk, majd mindjárt, hogyha fölébredt a gép, akkor belépünk a felületre és a vezérlő pulton megmutatom, hogy milyen beállítást kell eszközölni. A sikeres bekapcsolást követően megjelenik a bejelentkező login ablak, és megjelenik nekünk néhány információ, hogy jelenleg a szolgáltatásokat indítja, és milyen egyéb információkkal rendelkezik ez a szerver a hálózaton. Bejelentkezés után pedig indítsuk el a vezérlőpultot, és a vezérlőpultban van egy hardware és tápellátás, és itt egyből az általános fülön lesz nekünk egy távfeszültség helyreállítás, ahol láthatjuk, hogy itt van a VOL funkció. Itt azért láthatunk kettő opciót, egy LAN 1 és egy LAN 2-t, mert kettő darab fizikai hálózati csatlakozóval rendelkezem, amiből valójában az 1-est nem használom, hanem a 2-est ébresztem, arra küldöm fel az ébresztés opciót, és a 2-esnek a fizikai címét címzem meg. És itt jön egy hiba, amire fel akarom hívni a figyelmeteket, legalábbis nálam előjön ennél a DS718-nál, a legfrissebb DSM verziónál, hogyha csak azt a LAN-t engedélyezem, amit ténylegesen használok és ténylegesen onnan szeretném ébreszteni, akkor a PC alkalmazásból fog működni, de például a DS Finder alkalmazásból nem fog működni az ébresztés, hiába vagy azonos lokális hálózaton, és ugyanígy nem fog működni még Mikrotik routerről sem, pedig megadom neki a fizikai címet, hogy mit akarok ébreszteni. Ez egy nagyon érdekes dolog, amibe belefutottam, szóval, hogyha valami ilyesmi problémád van, hogy bekapcsolod az adott fizikai kártyádon a VOL funkciót, de nem akar működni az ébresztés bizonyos eszközökről, hiába vagy lokális hálózaton, vagy hiába adott ki a megfelelő parancsot, akkor mindenféleképpen kapcsold be az összes fizikai adapteredre a VOL funkciót. Szóval nagyjából ennyi lenne a beállítása a vezérlőpultban, és ennyi lenne a Synology alkalmazással indítani Windows operációs rendszerű számítógépről, de hát akkor most nézzük meg, hogy hogy működik ez például telefonról a DS Finder alkalmazás segítségével. A telefonról pedig úgy működik, hogy mindenféleképpen ugye szintén azonos hálózaton kell lennünk, elindítjuk a DS Finder alkalmazásunkat, és hogyha elindítjuk és ráfrissítek most éppen, akkor látható, hogy van a kedvencek között egy DS718-as NAS, ami egy DS718 SRV címen csatlakozik, ez lenne az én Quick Connect ID-m, ezzel csatlakozok bárhonnan mobil interneten keresztül, de van nekem most egy lokális IP-vel, ott a mind alatt, ugye mert az a lokális hálózati címe a NAS-nak, és ezért kétszer listázza nekem most jelenleg a DS Finder alkalmazásom. De én rájöttem simán ugye a Quick Connect ID-s kapcsolódásomra, és itt a jobb felső sarokban láthatunk egy bekapcsoló gombot, ott van a leállítás üzenetünk, itt el tudunk neki küldeni egy leállítást, a leállítási kérés elküldve, és most szépen le fog állni a hálózati adattárlónk. Miután a leállítás sikeresen megtörtént, ugye ennyit fogunk látni, hogy offline az eszközünk, ebben az esetben csak rányomunk egyet, és akkor följön nekünk ez a VOL funkció, hogy nincs kapcsolat a NAS szerverrel, szeretné felébreszteni ugye a vkollam funkcióval, és ugye megjegyzés, hogy ez a funkció csak akkor fog működni, hogyha maga a DS Finder alkalmazás, ugye a telefonom és a NAS egy azon közös LAN hálózaton helyezkedik el. Tudom, hogy azon helyezkedik el, mivel a telefonom ugye Wi-Fi-n keresztül csatlakozik itthon a saját hálózatomra, és ezen a hálózaton helyezkedik el a NAS is, úgyhogy rányomok egy OK-t. Azt mondja, hogy az ébresztési utasítás elküldve, OK. És már is szépen elkezdett bootolni a Synology. Most már csak meg kell várnunk ezt a bootolási folyamatot, hogy utána be tudjunk jelentkezni telefonról ismételten.
Majd a sikeres bekapcsolás követően ugye megint az offline-ról online-ra vált a kedvenceknél, ugye a Quick Connect ID is kapcsolódásom, alatta pedig megjelenik a lokális hálózaton lévő IP címmel ellátott kapcsolódás, de hát arra nekem most valójában nincsen szükségem. Szóval láthatjátok, hogy DS Finder alkalmazással is fel tudjuk ébreszteni, de csak akkor, hogyha egy azon közös hálózaton helyezkedünk el. Ennyi lett volna maga a WCONLAN funkció bekapcsolása a Synology hálózati adattárolón, és a következő videóban pedig azt fogom nektek bemutatni, hogy egy Mikrotik router és OpenVPN kapcsolat segítségével hogyan csatlakozok be az otthoni hálózatra, ugye ennek a kiépítését már megmutattam, és ott hogyan fogom bekapcsolni a Synology hálózati adattárolómat VPN kapcsolaton keresztül. Én Tomi voltam, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és ne felejtsetek el egy lájkot nyomni. Sziasztok!